Emlékszem, ahogy apám cellája mellett elsétálok, feje lehajtva, imádkozott. Michael Lombardónak nagyon nehéz volt édesapját rácsok mögött látni, legfőképp azért, mert az ő hibájából került oda. Emlékszem, azt éreztem a szívemben, hogy szörnyeteg vagyok. Négy fiatal közül a legfiatalabbként, Michael egy szerető keresztény családban nőtt fel. Élete kellemesen telt, míg nem érte a tinédzser kort. Olyan baráti társaságba keveredtem, akik a partik, ottalvós, ivós bulik forgatagában töltötték napjaikat. Élveztem ezt az életstílus, tagja voltam egy punk zenekarnak is. New Jersey közelében léptünk fel sokat. Mindegy volt, csak erről az istenes dologról ne halljak többet. Michael gyakran napokra eltűnt. A szülei sokat aggódtak érte. Nagyon nehéz volt. Sok könyv, sok álmatlan éjszaka. Nem tudtam, hol van, jól van-e. Csak Istenben bízhattam. Mindketten csak ezt tehettük. Sokszor leültem és beszélni próbáltam vele, miközben tudtam, hogy be van lőve, de nem hallgatott rám. Már nem volt a régi. De továbbra is szerették és támogatták a fiúkat. A középiskola befejezése után az apa munkát biztosított neki az építkezési vállalkozásában. De minden figyelmeztetés ellenére Michael nem hagyott fel életvitelével. Ahogy idősebb lettem, 17-18-19 a partik, egyre keményebbek lettek. Az életstílus is ehhez igazodott, a drogok már fizikálisan kikészítettek. Lassan kezdtem felismerni, ez nem is olyan király, mint ahogy hittem. Szülei folyamatosan imádkoztak. Stefania 91-es zsoltárban talált vígaszt. Csak zokogtam, de le kellett törölnöm a könnyeimet, és elkezdeni Isten igéjét megvallani. Kimondani, birtokba venni az ígéreteket, és egyetérteni mindennel, amit Isten mond a fiunkról. Egyik este Michael autóbalesetet okozott a szülei háza közelében. Letartóztatták drogok birtoklásáért. Az apa odament a helyszínre és segíteni próbált. Őt is letartóztatták, mert megzavarta az igazságszolgáltatást. Emlékszem, ahogy elsétáltam a cellájára. Fogta a fejét és csak imádkozott. Szörnyetegnek éreztem magam belül. Rám tört a szégyenérzet. Felébredt a lelki ismerete. Igazából átadtuk őt Istennek. Uram! Te kezeld most már, mi kifogytunk az erőből. Mindkettőjüket elengedték aznap éjjel. Joe-nak nem kellett bírságot sem fizetnie. Michael viszont egy éves próbaidőt kapott, közösségi szolgálatot kellett teljesítenie. Csak pár évvel később, amikor ismét összetört egy autót, esett le neki, hogy Isten, aki elől menekül, szeretné megragadni a figyelmét. Mindkét balesetnél öv nélkül vezettem. Az autó összetört. Egyszerűen tudtam a fejemmel, a szívemmel, hogy Isten ott volt. Az, hogy alig sérültem meg, hogy nem haltam meg, Isten keze volt benne. Michael tudta, hogy ideje változtatni, de ez nem volt olyan egyszerű. Öngyilkos gondolataim voltak, depresszióba estem. Mindent megpróbáltam, ami rajtam múlt, hogy kirázzam magam ebből. Többféle drogot, újabb kapcsolatokat, vagy belevetettem magam a zenébe. De minden alkalommal, amikor megkaptam, amit akartam, mindig üresnek, összetörtnek és boldogtalannak éreztem magam. Végül felismertem, hogy nem tudom ebből kirángatni magamat. Vagy meghalok, vagy segítségül hívom Jézust. És meglátom, hogy tényleg az-e, akinek mondják őt. 20 évesen elhatározta, nem fut tovább Isten elől. Bementem a szobámba, kinyitottam azt a Bibliát, amit a nővéremtől kaptam. A szavak, mintha kiugrottak volna az oldalakról. Tudtam, hogy Isten teszi ezt, a szívem elkezdett Jézusért kiáltani. Ha tényleg az vagy, akinek mondanak, szükségem van rád. Abban a pillanatban megváltozott a szoba egész légköre. Szeretet ömlött a szívembe, szinte kézzel tapinthatóan. A félelem, a depresszió, a kilátástalanság egyszerűen elpárolgott. Azt gondoltam, ez sokkal jobb, mint a drogok. Emlékszem, hogy hallottam Isten hangját, életemben először egészen tisztán, azt mondta, fiam, terveim vannak az életeddel. Michael alig várta, hogy elmondja a szüleinek, hogy átadta az életét Krisztusnak. Elmesélte nekem, hogy milyen csodálatos megtapasztalásban volt része. Csak folytak a könnyeim, annyira boldog voltam. Gyönyörűség, csodálatos. Isten minden imánkra válaszolt. A bensőm szinte ugrándozott bennem. Tudtam, hogy Isten használni szeretné őt.
Michael azt állítja, Isten erőt adott neki, hogy élete minden területét helyre tegye. 2012-ben kézhez kapta a Krisztus a Nemzetekért intézett diplomáját, és misszionáriusként kezdett dolgozni. Ott találkozott feleségével, Szelinával. A mai napig mindketten aktívan szolgálnak, és szép családot nevelnek. Régen azt hittem, hogy Isten szabályok és rituálék követéséről szól, de ma már tudom, hogy valójában egy élettől duzzadó, szeretetteljes kapcsolatot jelent az Atyával és Jézussal, a Fiával. Soha ne adjuk fel a küzdelmet a szeretteinkért. Isten minden könnyet lát, figyel bennünket, és meghallgatja az imáinkat. Istennel minden lehetséges. Nem számít, milyen mély, milyen sötét helyről jövünk, mit tettünk az életünkkel. Ő ott van. Tárt karokkal vár.